Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te és ő szerelmi jóslás gyertya mágiával. A gyertya már itt ég, az energia érezhető. Ennek a sárga színű gyertyának az a jelentése, hogy legyen meg a könnyűség, tisztázódjanak bizonyos dolgok, tudjatok egymással beszélni tervekről vagy érzelmekről, kiderül az igazság, megvan a varázslatos kisugárzás. Otthon meggyújthatsz ehhez egy piros színű gyertyát, ami aktiválja a szerelmet nálad is, nála is, közben nézheted az ő fényképét, vagy gondolhatsz rá. A videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, és ha ebben a pillanatban megjelenik előtted egy kép, vagy eszedbe jut egy szó, akkor annak van jelentősége. Ezt a videót többször is megtekintheted, többször is készítheted a piros színű gyertya mágiáját otthon, és minden alkalommal majd más fogalom jut eszedbe, vagy más képeket látsz, és akkor az aktuális. Ez a jóslás te és ő. Jóslás, ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a szerelmi jóslást. A díjam az 4000 forint, gyertyamágia nélkül, viszont ha gyertyamágiával együtt szeretnéd, akkor az 6000 forint. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható egy park, egy szerelmes pár, a hölgy téged szimbolizál, a férfi jelenti a férfiakat persze, vagy jelenti a te lelki társadat. Ha te egy hölgy vagy, akkor megtekintjük először is a te érzelmeidet, ami itt látható. Egy szerelmes pár. Tehát megvan a bizalom, hogy szeretitek egymást. Sőt, az égi segítség is. Te is szereted őt, ő is szeret téged, és ez a hited. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható az, hogy még visszatekint egy kicsit a múltba, de lezár bizonyos témákat, kapcsolatokat, hiszen ez nála most egy átmeneti időszak. Az egyik partot már elhagyta ez a múlt, és irányítja a dolgokat egy új part felé, az a jövő, de ez még nem látható. Közeledik hozzád, változnak bizonyos dolgok, sok mindent lezárt a múltból, de még nem beszél konkrétan az új partról, a terveiről, vagy a céljairól. Az ő gondolata itt látható, ez a lovas hintó. Tehát ez is a mozgásra utal, mint a másik kártya. Itt változnak bizonyos dolgok, megváltozik a hozzáállása, vagy lesz egy költözködés, vagy közeledik hozzád, vagy lesz egy közös nyaralás tervezése, hiszen ez a kép utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra is. Itt látható a fehér szín, az tulajdonképpen nagyon jó, mert akkor tudja azt, hogy minden előre megy, rendeződnek a dolgok. Ez a szürke színű ló, illetve itt nem is a lóról van szó, hanem egy szfinxről, tehát ez a szürke szín jelenti a bizonytalanságokat, a félelmeket, és ezzel ő kicsit fékezi az eseményeket, tehát nem sieti el a dolgokat. Vannak tervek veled, közeledik hozzád, tulajdonképpen minden rendben van, de kell egy kis türelem, mire odaér hozzád, mire a terveiről beszél, az érzelmeiről beszél. És ha te egy hölgy vagy, megnézzük a te gondolataidat. Itt látható ez az arany érem. Ez jelentheti az anyagiakat, hogy ezen töprengsz, pénzügyi dolgokról van szó. Ha pénzről van szó, az mindig összefüggésben áll
a munkával, vagy a hivatással. Tehát ez is megjelenik a gondolataidban, a munkahelyi körülmények. Lehet, hogy lesz itt egy munkahelyi változás. Ami a szerelmet illeti, akkor ez az arany érem jelentheti a belső értékeket is, meg a magabiztonságodat. Kell a magabiztos fellépés, és várt el azt, hogy ő értékeljen téged, hiszen megérdemled azt, hogy megkapt a megbecsülést. Most megnézzük azt, hogy nálad milyen hatás van kívülről. Ez a kép jelenti a múltat. A kelyhek jelennek itt meg. Érzelmekről van szó. Az lehet, hogy valaki gondol rád a múltból. Ez lehet valaki a családból, vagy lehet egy férfi, akinek tetszettél annak idején, vagy együtt voltatok, gondol újra rád. Lehet, hogy vissza akar térni hozzád. Megnézzük nála a külső hatást. Itt látható egy magabiztos hölgy. És ez a nő parancsol neki. Uralkodik felette. Előírja azt, hogy mit hogyan kell tennie. Én úgy érzem, hogy ez nem tetszik neki. Ez a hölgy lehet valaki a családból, mint például az anyukája. Vagy lehet a munkahelyi kapcsolat, lehet egy főnök nő is. Az is lehet, hogy ő még benne van egy kapcsolatban, és a nő parancsolgat neki, mindent úgy kell tennie, ahogy a nő ezt előírja. És most megnézzük azt nálad, hogy mit kellene tenned, vagy mi lesz nálad, a közeljövőben. Itt látható egy lovas férfi, aki nagyon gyorsan közeledik hozzád. Ez lehet valaki a múltadból, aki visszatér hozzád. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy te azt szeretnéd, ha ő gyorsan ott lenne melletted. De látható az, hogy ő még fékezi a dolgokat, úgy látja, hogy ez egy átmeneti időszak, nem fogja elsietni, akkor ez a kártya arra utal nálad, hogy légy még türelmes. Mit fog ő lépni? Itt a hold látható, az jelentheti az anyukáját, hogy itt vannak anyai témák nála. Lehet, hogy az anyukájával van problémája, hogy az anyukája parancsolgat neki, de a hold mást is jelent, az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ő álmodik, vagy álmodozik rólad. De még visszahúzódó, hiszen a hold jelenti az éjszakát, ez még mindig olyan titokzatos. Ebben a parkban van itt egy szökőkút, és ez a víz mutat egy új irányt, ez a jövő. Hogyan alakulnak a dolgok? Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak köztetek a dolgok. Lesznek közös tervek, de mire itt kiépül egy tartós párkapcsolat, és eléritek a céljaitokat, az eltarthat a nyári hónapokig. És most átküldöm a gyertya energiáját. Leírhatod a kommentárba, hogy milyen kép jelent most meg előtted, vagy melyik fogalom lehet fontos számodra. Amit én láttam, egy piros színű esernyő. Nagyon érdekes, hogy a német nyelvű felvételen esőt láttam, aminek inkább olyan nyugtató, tisztító hatása volt, legalábbis úgy éreztem a képen, és most a magyar nyelvű felvételen jön az esernyő, és ez is az esővel áll összefüggésben. Itt majd esik az eső szimbolikusan, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan rá a lehetőség,
és ez a sárga színű gyertya pontosan erre, hogy tisztázódjon valami. Én örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, ha ezt lájkolod, vagy fellépsz a csatornámra. Azon kívül annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!